negatív szériát fut a szolnoki MÁV FC. Legutóbbi 4 mérkőzésén nem szerzett pontot. Ráadásul az elvesztett meccsek többségén gólt sem lőtt. Így most a 10. helyen áll a csapat. Nagyon rossz pazban a csapat, tehát ezt tudjuk mi is, de nem akarunk siránkozni, meg keseregni, nem azon vagyunk, hogy tényleg az utolsó meccset behozzuk, és akkor úgy gondolom, egy nyugodt tavasz elé nézhetünk. A közelmúlt miatt van miért bosszankodni, mint ahogy a 10. helynél előrébb is tarthatna a csapat, ahogy nagyon sokáig tartott is. Az előzetesen elvárt biztos bentmaradást jelentő 12. hely környékét jelentő helyezést azonban felülmúlja a jelen állapot. A Soroksár több egykori és még több reménybeli FTC játékossal áll fel, a Fradi Fiók csapatának nevezhetjük, hiszen edzője az a Lipcsei Péter, aki korábban az akkor még létező Fradi Fakó edzője volt. Nekik mindenféleképpen a játékukat ezt a rövidpasztos játék jellemzi, próbálják a Ferencvárosnak a játék képét követni. Én úgy gondolom, hogy a támadó szekcióban gyors, kreatív játékosaik vannak, ott erősek, figyelni kell rájuk, rengeteg helyzetet dolgoznak ki meccsről meccsre. Ezeket nem olyan százalékban használják ki, ahogyan ők azt szeretnék, reméljük, hogy ellenünk minél kevesebb helyzetük lesz. Nekünk pedig mindenféleképpen a csapat egység kell, hogy ismételtem, vagy továbbra is az erősségünk legyen. Úgy gondolom, hogy ha csapatilag mindenki hozzáteszi a saját részét, akkor győzelemmel fogjuk tudni zárni a szezont. Az őszi szezonban Dabason rendezett Soroksár-MÁV meccset a vendégcsapat nyerte 1-0-ra. A zsinórban elszenvedett 4 vereség után egy újabb, 1 gólos szolnoki győzelem jól jönne, mint legelőn a villanypásztor. Ehhez viszont gólt kell végre lőni. Hétvégére marad ez, hogy jobban teljesítsünk a kapu előtt. A támadó zónában úgy gondolom, hogy ha tudunk javulni, koncentráltabbak leszünk, akkor eredményes lesz a csapat. A naptári év utolsó bajnoki mérkőzése vasárnap 13 órakor kezdődik a Tiszaligeti stadionban. Az Olaj TV hétfőn 18 órától felvételről közvetíti. Yeah!